A megalapozott gyanú szerint a férfi egyik reggel bement Karcagon egy nemzeti dohányboltba, majd a vevőtérből hirtelen belépett az eladópult mögé, és felszólítás nélkül azonnal kétszer ököllel megütötte a dohánybolt eladóját azért, hogy tőle erőszakkal pénzt vegyen el. A férfi és az eladó hölgy ezt követően dulakodni kezdtek, mely során a támadó pénzt követelt a nőtől, aki így a férfi végül a pénztárgép mellett található papírpoharat vette el, amelyben a sértett a borravalót gyűjtötte, majd az abban lévő 2100 forint készpénzzel távozott a dohányboltból. Annyit hallottunk az esetről, hogy vasárnap délelőtt történt itt a dohányboltban egy rablás, ugye mi közvetlen itt vagyunk mellette a virágboltban, de természetesen vasárnap nem vagyunk nyitva semmi, se a mellettünk levő macskaledelbolt, mert akkor nem lett volna ennyire vagány a kisgyerek, hogy fényes nappal képes rabolni egy dohányboltban. Tehát nem is értem, hogy hogy fordulhat elő ilyen Karcagon vasárnap fényes nappal. Tehát iszonyatosan felháborítónak tartom, de hál' Istennek el is fogták az elkövetőt azonnal, és nem sokat zsákmányolt, nem sok sikerrel járt szegényként, mert hál' Istennek egy nagyon jó kis dohányboltos kolléganő volt itt. Ez a helyi férfi is elítéli az esetet. Borzalmasan fel vagyok háborodva, több ok miatt is, hogy ezt mindet megcsinálják fényes nappal, még az, hogy fényes nappal, hanem barha kellemetlen helyzetbe hozzák magát az eladót is. Nagyon szerencse, hogy föltalálta magát az eladó, és valamilyen szinten ellenállt. És örülök annak, hogy nagyon rövid időn belül a rendőrség elfogta az illetőt. A férfi bántalmazása miatt az eladó 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el. A rablót még aznap délelőtt elfogta a rendőrség. A járási ügyészség ezért indítványozta a munkanélküli és hajléktalan férfi letartóztatását, mert a kiszabható büntetés nagyságára tekintettel fennáll szökésének, elrejtőzésének veszélye. Továbbá a gyanúsított vonatkozásában fennáll a bűnisvétlés veszélye is. A szolnoki járásbíróság nyomozási bírája a gyanúsított letartóztatását elrendelte.